Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora és mestere. Spiritista vagyok, metafizikai pszichoterapeuta. Gondoltam, hogy fennforgás lesz egy kicsit. Mit mondjak, még természetgyógyász vagyok, tanár vagyok, ezoterikus tanár vagyok. Folyamatosan végzem a ezoterikus tanfolyamokat, és meg persze hát nyilván a tanítással jár együtt ez a dolog. Úgy ezoterikus, meg úgy masszást is tanítok egyben. Mindegyiket nagyon szeretem csinálni tulajdonképpen, de erről többet nem beszélhetek. A lényeg az, hogy általánosságban fogok beszélni mindenről. Nem mondhatom azt, hogy jöjjenek kezelése, nem mondhatom, hogy ez legyen, az legyen. Általánosságban fogok mindenről beszélni, gépekről, mindenről. És mert mást én nem mondhatok, azt nem mondhatom azt, hogy nekem ez van, nekem az van, én ezt csinálom, azt csinálom. Ezért nekem átmentő reklámnak számít különben. Nagyon rövidre fogom a beszédet, amit most beszélni fogok, sokat nem akarok beszélni. Ugye beszélek arról, hogy már sokszor beszéltem, hogy mindig az embereket azzal piszkálják, hogy ingyenes állapot felmérése jöjjenek el. Könyörgöm. Van olyan dolog, hogy valamit ingyen adnak? Amikor termet kell bérelni, emberek dolgoznak ott, hogy hihetik el az emberek, hogy bármit is ingyen csinálnak? Elmennek az emberek, minden adatukat felírják, még nem is tudom, még azt megszületett gyerekük, amely gyerekük meg se születik, már annak a nevét is felírják, mindent felírnak, mi adatokkal gondolom viszonyan vissza lehet élni ilyenkor, és azt csinálják, hogy hőkamerás felvételt csinálnak ruhába. Kérem szépen. Hát én egyszerűen nem tudok mit mondani, ruhába hőkamerás felvételt, amikor nem mesztelenül, de egy gatyába kell, vagy valami hasonló helyzetbe kell azt csinálni. Hát nyilván nincsen ANTS engedélyük, vagy megfelelő, vagy valamilyen engedélyek hiányoznak, és csak egy törzs részről adnak egy kis felvételt, és néztem, hát az semmit sem mondott. Ezt azért csinálják, hogy jól megijesszék az embert. Hát ma is volt nálam egy hölgy, akit jól megijesztettek kezelésen nálam, már nem először, sokatszor. Azért, hogy ezt vegyenek, azt vegyenek, azt vegyenek, de vegyenek egy gombokért, most csak most nyert, most a legjobb magának, ilyen gépet, olyan gépet, 3-400 000 forintért, ami 30 000-et ér körülbelül az a gép, ha ér egyáltalán annyit. És teljesen hülyére veszik az embereket. Ezek az emberek, akik ott vannak, ezek tanultak abba, ki vannak tanítva, hogy lehet az emberek szájából a sajtot kiénekelni. Ne hagyják magukat, megkérem magukat, ne se menjenek ezekre a dolgokra, mert az egész erről szól, hogy jól megijesztik, és akkor azt mondják, jaj, maga nyert, 1 000 000 forint helyett 400 000 forintért, potom a 40 000 forint értékű gépet már meg is kapja. Hát mindjárt lehidalok, ez van sajnos, kérem, ne hagyják magukat. Ugye mondom, hogy amiről beszélek, hogy az orvosi kezelés nem helyettesíti, amit én csinálok nyilván, nem egyformán hat mindenkinek, az orvosi kezelés csak kiegészíti. Nyilván nem fogok olyat mondani, hogy valaki szedjen gyógyszert, meg ilyen dolgokat, ilyenekkel nem foglalkozom, és ugye általánosságban fogok beszélni a dolgokról. Most jönnek a gépi állapot felmérésekről a képek, arról is általánosságban fogok beszélni. Figyeljék, kérem a bejátszásokat. Ugye hőkamera, amiről beszéltem, ez amit mondtam, hogy csinálnak, hát olyan, mintha csak az okniban, tulajdonképpen egy gatyába kell ezt csinálni, más nem lehet az illetőn. Most képzeljék el, most ha itt látják ezt a felvételt, lehet látni, hogy gatyába van, hogy szinte színeket se látni akkor az illetőn, a színeknek meg jelentősége van. Ugye Magyarországon a lakosság 50%-át halálosan, ha meghalnak 50%-ba szív- és érrendszeri problémák, az első 3 gép az kimondottan ilyen jellegű dolgokkal fog foglalkozni. Ugye itt is majd mindjárt látni az érrendszeri problémákat, majd a gyulladásokat, amiről beszélünk, és mindig becsapják az embereket sajnos. Látjuk a bal felső képen, mint az illető egy állat lenne rajta,
kék színű az arca, sötétkék, ez azt jelenti, a kék színű azt jelenti, hogy hűvösebb az a rész, kevés vért kap az illetőnek a feje, nyilván a nyakő ütőjére van probléma. Alatta levőképpen látjuk az érszökületet megint, ugye kék szín az érszökület, amit nagyon-nagyon jól lehet kezelni. Vannak olyan gépek, például a lézeres vértisztító, ami nagyon-nagyon hatékony, és gombokér általában, ahogy én tudom. Gombokér van nagyon hatékony, és nem is kell különösebben sokszor menni, úgyhogy érdemes, amikor ilyen érrendszeri, vagy akár cukorbetegség, vagy egyéb komoly problémák vannak, ilyesmin részt venni a vértisztításon. Itt is nyilván, ahol csinálják, ott ajánlani fogják a vértisztítást. Látjuk, hogy a fenekénél, a kezénél érszökület van, a gerincénél meg kőkemény gyulladás. Jobb oldalt fönt látjuk, hogy csomó piros van, kézfej ugye kékes, lilás, érszökület is keresztben egy piros folt van, valószínű vastagbél gyulladása van az illetőnek. Kicsit lejjebb megyünk, itt látjuk, hogy a térdénél is érszökület van, és a lábfejénél. Ilyenkor bizony mondtam, hogy nagyon jó dolog a lézeres vértisztítás. Mehetünk tovább. Itt van május 1-je. Háromdimenziós szívfelvétel. Ugye mondtam, szív- és érrendszeri problémák. Ezek olyan fajta gépek, amit egy laikus is látja, hogy milyen rossz állapotban van a szíve, oxigénhiányos, meg egyéb dolog, tele van elszíneződéssel, látják piros, meg kék, meg minden, mely csak az a zöldes szín, az alapszín, az maradhatna, és látjuk, hogy a szív ugye, felmérését, hogy milyen egyenetlenek azok a rajzok ott, ugye, amik vannak, hogy borzasztó állapotban van a szíve, jól nézzék meg, ez egy rossz állapotú szív, mert lesz olyan is, aki kezeléseken esett át, és egy jó állapotú szív, majd látni fogják azt is. Még ehhez tartozik egy kép, azt kérem szépen. Itt nem szabadna piros színnek sehol se lenni, közel 40 fokos a szíve az illetőnek, szóval nagyon rossz a helyzet, látják bal oldalt a lent a rózsaszín színi csoport, a piros, ott csak fehér színnek szabadna lenni. Menjünk tovább egyel, itt lesz az egészséges szív, amiről beszéltem kezelés után. Látjuk, hogy szép kékes-zöld az egész, nincsenek benne piros színek, és jó állapotban van, és mert kezelést kapott az illető, menjünk tovább, főleg ilyen nagyon fontos, amiről beszéltem, a lézeres vértisztító gép, ami a érfalakról leveszi a lerakódást, és ugye a vérösszetételét is megváltoztatja pozitív irányban az illetőnek. Itt látjuk, hogy milyen tökéletes lett a szíve, semmilyen piros szín nem került bele, 36,7 fokos, közel 40 fok helyett, amin működik. Tovább megyünk, ugye mondtam, szív és érrendszer. Egy érrendszert már láttunk a hőkameránál, most láttuk az előbb a szívfelvételt, itt meg az érrendszert látjuk, mindenhol be van karikázva az illetőnek, ez azt jelenti, az egész test érrendszerét vizsgálja, hogy nagyon rossz állapotban van az illetőnek, mi lehet látni a vérnyomástól kezdve, milyen a vérnyomás a szívgyöknél, milyen a karba, oxigénellátás, egy csomó dolog, minden be van keretezve, nagyon rossz állapotban van, menjünk tovább, van ennek egy másik képe is, és itt is látjuk, hogy a 44 éves az illető, az érrendszere 60 éves kornak megfelelő. És ha valaki ezt a hármat megcsináltatja, akkor nagyon sokat megtud magáról, és persze utána lehet segítséget kérni a problémákra. Nagyon ajánlatos, hiszen miért kell az embernek meghalni infarktuson, miért kell agyvérzést kapni, miért kell egyéb ilyen különböző problémáknak lennie. Ha normális körülmények között, kulturális körülmények között ilyen vizsgálatokon részt vehet valaki, és persze állapotjavításokon is. Mondom, hogy általánosságban beszélek továbbra is, kérem a következő képet. Itt látjuk a dinamika, úgy hívják ezt a szerkentyűt. Ez a testben levő energiaszintet és a pszichoszomatikus állapotot mutatja. Látjuk ott középen a piros lámpucskot is, abban a kis kockákba, álló kockákba látjuk, az a különböző színek vannak, hogy az illetőnek, az állapot a békának a akármilyen alatt van,
olyan 10-20% állapot között, 15%-os állapotban van, vagy inkább 14-be a 100% helyett. Nézzünk utána egy jó eredményt, kezeléseken átesett. Itt még látjuk, hogy bizony 60 éves az illető, és 66 éves kornak megfelelő az állapota. Ez még az előzőhöz tartozik, hogy milyen rossz állapotban van. Menjünk a következő képre. Itt látjuk a jó állapotot. Kezelés után 92%-os állapotba került. Ott a zöld lámpa. Itt az energetikai szintje is nagyon jól lett az illetőnek. Meg ugye a pszichoszomatikus állapota is a kezelések után megváltozott. Kérem a következő felvételt. Itt látjuk, hogy 32 éves. Az illető és az állapota 22 évesnek megfelelő állapotba került. Ezeket érdemes, mint saját szemével látja mindenki, hogy mi volt, mikor jött, és mi lett, amikor kezeléseken átesett. Kérem a következő képet. Ez egy gócskutató készülék. Testbe levő baktérium, vírusokat, gombákat és egyéb bajokat mutatja ki. Persze nyilván jobb helyeken ezeken a baktérium-vírus gombákon lehet segíteni. Vannak olyan gépek, ahol ezeket ki lehet írtani a testből. És körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Van még egy másik állapot felmérőnk, a kvantum, amit nincs így felvétel, az 24 féle dolgot mutat ki a testbe. A pajzsmirigytől kezdve a prostatáig a legkülönbözőbb problémákat. Az is nagyon klassz, sőt, nagyon klassz, egy modern dolog, és tényleg értékekkel, mindennel mutatja ki, hogy milyen állapotban van az illető. Hát azt hiszem, hogy kb. Ennyit szerettem volna a gépekről, de még elmondanám, hogy ugye mi általában szoktak ilyenekre lenni állapotjavító készülékek, és annak az egyik legfontosabb része, mondtam, a lézeres vértisztítás, ami a cukorbetegségtől kezdve az érszükületeken és a legkülönbözőbb egyéb problémákon is tud segíteni, helyreállítja az állapotot. Most már lehet telefonálni, várom a telefont, 269-0386-os telefonszámom, ami nem emeldíjas telefon, sima, normál telefon, fölveszik a telefont, halló, kis lakás, cserélje nagyobbra. Emlékszem, hogy gyerek voltam, akkor a telefon fülkébe, ugye nem volt rádiótelefon, akkor hívtuk, nagy lakás, cserélje kisebbre. Jó estét! Jó estét, csókolom a kis mancsát, kedves hölgyem! Jaj, drága Tihanyi úr, már olyan régóta vágyom, hogy tudjak önnel beszélni. Nagyon kérek egy általános állapot felmérést. Ki ez van szerencsém, kedves hölgyem? Máriával. Máriához van szerencsém. Még nem találkoztunk, de a Budapest TV-nél annak idején. Ja, és hol lakik, Pesten vagy vidéken? Pesten. Kedves hölgyem, a televíziót le kéne halkítani, mert Tihanyi visszhang van, drága. Ja, Tihanyi visz, jó. Hogy ügyes tetszik lenni, piros pontot kap. Nagyon szépen. Három piros pont egy nyomdanyuszi, tudja. Három piros pont, jaj, de jó. Legalább magától kapja az ember. Úgyse kapok az élettől semmit. Ne idegesítsen. Legalább ezt a három piros pontot. Ugyan már, nem rossz az élet, csak kínlódunk. Hát igen. Hát magának mindig olyan jó kedve van. Hát, érzem a vesztemet. Ide kedves Tihanyi úr, a rekesz izom sérvről tud valamit? Hát nem jó dolog. Nem jó dolog? Az nem jó dolog. Bizony, az bizony, ugye nem szoktam ilyet mondani nagyon, hogy valamit meg kell operálni, de ezt valószínűleg igen. Igen. Ugyan lehet próbálkozni fantomütétekkel, csak általánosan beszéletek, nem saját nevembe beszéltek. Ilyenkor lehet próbálkozni fantomütéttel is. A fantom műtét, az micsoda? Az a minden testrészünknek van egy energia teste. Ha valakinek levágják a lábát, fáj a lába, biztos hallott ilyesmiről, meg viszket, meg minden. Azért, mert az ott maradt a lábának az energia teste, az a fantom energia. A testünknek minden testrészének van egy fantom energiája, külön az epének, májnak, mindennek, és azokon a részeken lehet végrehajtani úgynevezett fantom műtétet, ami utára átíródik a fizikai testbe,
megpróbálni lehet, ugye általánosságú beszélek, de az nem biztos, hogy sikerül, de nem meg lehet próbálni általában ezt a dolgot. Na, akkor vizsgálgatom, jó? Nagyon kedves. Na, megnézem, hogy szellemes tetszik-e lenni. Szellem, jó. Hát meglehetősen szellemes, hány szelleme van? Egy, akkor nem szerelmes, hanem szellemes, ugye? Nem, szerelmes nem vagyok. Nem mi? Sajnos... Nem, már nem is leszek. Hány éves tetszik lenni? Jaj, nagyon sok. Most 8-tal már... kezdődik, és 0-val végződik. Mara nehéz volt kitalálni. Ugye, ezt mondtad. Megnézem akkor a hátokkal, hogy áll, egész jó lapval is. Hány darab van? Egy. Átok. Átok, gondolom a lakására ott is megnézem. Ott is van minden, szellem átok, minden van. Vizsgálom tovább. Nem vehetem le egy ideje, tudja, ez már nem engedik. Központ idegrendszere 10-20. Hát nagyon a békának az akármi alatt tetszik lenni, de nagyon-nagyon. Szokott fáradt lenni? Hát szoktam. Szokott. És amikor fel kell reggel, akkor hogy kell fel, hogy kipihente magát, vagy nem pihente ki magát? Hát nem igen. Mert nem igen. Ilyenkor az van, hogy nem tudja kipihenni az ember magát, csak nem akartam úgy kérdést föltenni, hogy befolyásoljam magát, tudja? Hogy ne befolyásoljam. Ilyen esetben minden alul működik a testben, mert a test nem kap energiát, nem az idegrendszere csak rákat összeszűkíti, nagyon-nagyon kicsikére, annak arányában, hogy az idegrendszer hány százalékosan működik, és a testünk nem kap üzemanyagot, akkor nem tud működni. Uh-huh. És itt ez van, minden alul fog működni, nézem tovább. A szíve 10-20-30 százalékos erővel, a gyomor 10-20, májacskája 10-20, epéje van? Van. Hát az még rosszabb, felfolyódni szokott? Nem. Jó. Jó magának, majd fog. Majd. Csak hülyéskedek le, hogy komolyan vegye. Vékonybél 10-20, vastag 10-20, prostata nincsen, hólyag 10, Jézusom, tudja tartani a vizeletet? Hát tudom. Tüsszentésnél is? Hát nem mindig. Ott már nem mindig, ugye? Hát gondoltam, hát ilyen állapotban tetszik lenni, kedves, hát eléggé a rottyantó alatt, ahogy szoktam mondani, tudja, a béka rottyantója alatt. Igen. Hát ezek nem kell, hogy így maradjon, ezeken lehet változtatni, tudja. Aha. Ezek a dolgokon többet nem mondhatok. Nem. Nem mondhatok többet, semmit sem, mert akkor a reklámnak számít. Ebből értenie kell, mit akartam mondani. A tüdő. Hát az is rossz ilyenkor, a tüdő is. Igen. Jobb tüdő 10-20, minden rossz ilyenkor. Milyenkor? Amikor ilyen állapotban van az ember, hogy 20%-osan működik az idegrendszere, ami a testet irányítja az idegrendszer, az energia, irányítja. Akkor a tüdő is alul működik, minden alul működik. Jobb tüdő 10-20, miért van baj a tüdejével? Nincs, csak van ilyen nehéz légzésem, az nem tudom mitől van. Hát hogy... attól, hogy rossz állapotban van a tüdeje is, meg nem tudom, hogy mennyi levegőt enged át a... A légcső, mindjárt megnézem, hány százalékban engedi át a levegőt, a légcső 10-20-30, 40 százaléknyi levegő jut át a légcső a 100 százalék helyett, 60 a levegőben van, az nem működik. Szóval sokkal kevesebb levegő jut be a tüdejébe a légcsőben keresztül, mint kellene. Nincs asztmája, vagy valami ilyesmi? Hát nem, nincs. Akkor jó, örülök neki, ha nincsen. Allergia sincs? Allergia se volt. Jó, na nekem hát, sincsen. Ez műtétem volt, melműtét. Melműtéte volt? Uh-huh. Mennyi ideje? Hát már 6. éve, vagy 5 elmúlt. Hát 6. akkor már, de azért figyelje. Igen? Nem valószínű, probléma lesz, de azért figyelje magát, tudja. Uh-huh. Mert ilyen korban már a sejtek már, hogy mondjam, nem burjánzanak, tudja, szóval. Uh-huh. De én szerintem nem lesz semmi problémája. Értem. Ha eddig nem volt, akkor valószínűleg nem lesz. Uh-huh. De azért résen kell lenni mindig. Jó. Tudja. Nagyon szépen. Nincs mi, csókolom nagyon a kezét. Nagyon köszönöm, viszont. Puszikálom minden jót. Sajnos miért bejöttem, pont egy pécsi osztálytársammal beszéltem, aki osztálytársam volt.
a Péterrel, és őnek ilyen gége rákja, nyelvrákja van, és azt mondta, hogy képzeljük el, hogy ő egy 180 centis úriember, és most 54 kiló, ami elképesztő. Tessék parancsolni, jó estét kívánok! Üdvözlöm! Péter vagyok, és szeretnék a Tihanyi úrral esetleg beszélni, vagy nem tudom, hogy hogy megy itt a... Hogy megy, kedves uram, be van maga már kapcsolva a Tihanyi úrhoz, az meg én lennék a Tihanyi úr. Akkor tessék mondani, kedves Péter, hogy honnan telefonál, Pestről vagy vidékről? Én Budapestről, Lőrincről telefonálok. Pestről, Lőrincről a 18-ból. Hát én tudok, van egy ismerősöm is a 18-ból, akik. Na mire kíváncsi, kedves Péter? Megmondom, mire vagyok kíváncsi. Én megúsztam 47 évet a vendéglátónál. És elmentem nyugdíjba. És aztán jött a fene, hogy először jött egy kis magas vérnyomás. Azt beállították 130/82-83-ra. Aztán jött egy kis cukorutca. Aztán jött egy kis koreszterin. Most minden le van állítva, csak fulladok elég rendesen, ez az igazság. Na, a gyógyszereket nem nézte meg, hogy melyiknek milyen mellékhatása van? Mert én nézegettem, de nagyon sok gyógyszer szedek egyszerre, mert a cukorra szedek ma a 850-et, aztán szedem hozzá az Amaril 1 mg-ot, akkor a vérnyomásra az Adimetet, tehát elég csak a 7-8 tablettát kell egyszerre beszednem. Mert az a baj, mondta, a vérnyomással kezdtem, mondta, és a vérnyomásnál... A vérnyomást most elszúrtam, megmondom miért, mert most már 6.-7. hete, minden nap megettem egy fej fokhagymát. És szépen lement 130/82-83, lement 110/7. Egy teljes fejfokhagymát megevett? Nem egy gerincet evett meg, hanem teljes fejfokhagymát evett. Parancsom? Te teljes fejfokhagymát megevett? Egy teljes fejfokhagymát. Na, gratulálok. Oda akartam kitérni a vérnyomás gyógyszernél, hogy ahogy én jártam, elmondom magának, nekem is magas lett a vérnyomásom, hogy az élet ugye van, és egyszer csak kiderült, elmentem egy orvoshoz, és az megvizsgált engem, és kiderült, hogy cukrom lett a vérnyomás gyógyszertől. Értem. Ezt védje ki. Azt mondja, mit szedek, milyen gyógyszert? Mondta, mit, megnézte a számítógépbe, egyik mellékhatása a cukor. Igen. Ezért mondtam azt, hogy miket csinálnak ezek a gyógyszerek. Hány éves az úr most? Én egy 66 éves pasas vagyok. Éjszaka dolgozott magasokat, vagy nem? Éjszaka nem, de általában pincébe dolgoztam, mert az étterem is ott volt, a söröző is ott volt, a borozó is ott volt, és hát azért napi 12-14 órákat meg lehúztam. Hát persze, hát ezért. Na akkor megnézem, mibe sántikál, jó? Nagyon aranyos. Megnézem, van-e szellem az urom, van. Hány szelleme van? Egy. Átok is van egy. Lakására... Egy átok, egy szellem. Igen, hát igazságosan tudja. Megnézem a lakásába, gondoljon a lakásra. Ott is vannak ilyen fennforgások. Na nézem akkor a központ idegrendszere. 10-20. Ma volt egy, hogy azt mondja, hogy szeretek viccelődni, ugye látják a tévébe, és ugye először meglátja, hogy komoly vagyok. Hát aztán nem is ismertem magára, sokkal komolyabb, de aztán beszélgetünk, észrevette, hogy viccelődök továbbra is. Igen, igen. Na akkor, már ilyen a természetem. Na akkor nézem a központ idegrendszerét. 10-20... 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Szokott feszült itt lenni? Parancsolom. Ideges feszült szokott lenni? Nem. Addig voltam ideges feszült, amíg történt az a rendszerváltozás. 25 évig voltam együtt lezve egy helyen, és aztán azt abba kellett hagynom. És hát tudja, egy vendéglátósnak mennyi a 60-62 ezer a nyugdíja, ugyanúgy az asszonynak is. És van mellette egy 19 éves lányunk, aki hál' Istennek jó kislány, nem iszik, nem dohányzik, nem plázázik. Tehát egy tündér a maga módja. Hát nyilvánvaló ez. Persze, nyilvánvaló. Én is ezt mondom a gyerekeimre, hogy nagy félreértsen, nem. Jó Istennek megköszönöm, hogy ez így van. Nem gondolj, nem izéből mondtam, rossz májussággal mondtam. De mindenki a gyerekére azt mondja, hogy
Ugye ez a gyerek a legjobb, legaranyosabb. Amit tényleg mondanám, hogy így van nálam is, ugye? Nyilvánvaló. Van a panaszkodik sokat, járt most érettségizett, és meséli, hogy milyen gyerekek járnak. Hát én megmondom őszintén, én nem lennék tanár. Hát a helyzet... Én nem lennék tanár, ahogy viselkednek ott a gyerekek, ahogy elmeséltek. Nem mindenhol. Hát... Nem mindenhol. Amikor járt a fiam most negyedikes gimnazista. Igen, igen. És ő járt sportgimnáziumba, mert ugye birkózott a Ferencvárosra, mert ugye én is város birkózó voltam, és a Fradi csapatának voltam az elnöke. Pár ott éven keresztül. Én a pálya megnyitónál dolgoztam, a Krui Ivánéknál. Az Iván. Hát nagyon megöregedett már az Iván. Meg, de most megkapták újból az ajándékboltot, most boldogok. Ja, értem. Na mindegy, ilyen iskolába járt a fiam, a sportiskolába, és igen. Képzelj el, hogy azok milyen rosszak. Hát elképzelni nem tud. Van egy olyan, hogy snűsz, ami dohány dolog főszívják korba, ami kábítószerhez hasonló dolog, igen, valami, igen. Akkor az órákon dobáloztak banánhéjjal, még az is volt, hogy kijött, ami belül van, szájon igen. Keresztül, a tanárt elküldték a náthásba, meg minden. Igen, na ezért mondtam, hogy nem vállalnám. Ez a sportiskola volt. A sportiskola. A fiam az nem volt odavaló, mert intelligens gyerek, tudja a fiam, nem volt odavaló, és addig fűzte az anyját, még ugye abban maradt ugye a sport is, meg eljött onnan is, és jár egy normális jó iskolába a Rákoskeresztúron, úgy jár, hogy Békési az iskola, nem ez ember. Oda járt a fiú lányom is. Nagyon normális iskola. Oda járt a lányom is, igen, igen. Nagyon normális iskola. Igen. De mindegy. Nagyon fullad maga, nem tetszik nekem. Igen, sajnos a főorvos úr mondta, hogy kellene csinálnunk egy ilyen érpucolást, de azt mondja, nem lehet Péter egyelőre, mert van egy tájogom, nem is tájognak hívják ezt, hanem a fekélyem. Azt mondja, hogy itt a drótot fölküldeni nem olyan egyszerű, a másik pedig, hogy túlsúlyos vagyok. Na, túlsúlyos vagyok. És fáradt szokott lenni? Szokott fáradt lenni? Nem, hát fáradtnak fáradt vagyok, igen. Meg lihegek, mint a kutya. Hát kevés levegőt kap. A légcsövén megnézem, mennyi levegő halad át. Nagyon megköszönöm. 10-20%-nyi levegő megy át a légcsövén. Ezeken egyébként ezoterikus dolgokkal lehet segíteni ilyen dolgokon, fantomműtéttel, meg egyéb dolgokkal, hogy több levegőt kapjon az illető, meg nem csak ezen, hát sok más dolgon, és én maga nagyon békarottyant alatt volt, hogy közben néztem Sutyomba, nagyon lent van maga, nagyon lent van, de hát ezen változtatni kell, meg lehet is. Mindenem. Na most itt ez a szomorú dolog, hogy 50-55 éves korom még kutyakövet. Tudik, 10 évet azért lehúztam a Fradiba, én is a Gerendás Lacival csinálom, Gyurginak a papájánál, és soha semmi gondom nem volt. Én megmondom őszintén, cigarettát, meg Tima, azt tetszik mondani. És aztán találkoztam, hogy kiköltöttünk Lőrincre 20 évvel ezelőtt a közvetorvosommal, aki kiderült, hogy ő is úszott. Szóval Peti, hagyom a dohányzást, én abba hagytam. De most inni nem ittam, ugye mert reggel kocsiba, este kocsiba, hát az üzletbe járkál az ember, és maradt az etikézés. Hát üdős 20%-on van magának. Muszáj csinálni valamit, magának, mert baj lesz. Muszáj. Igen, igen, ezt mondta a főorvos úr is ezt mondta. Komoly bajok vannak. Ez hogy tetszik látni, ez mindenféleképpen operációval megy? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Nem. Tehát, ha megkeresem önt, akkor valamit azért tudunk csinálni. De én nem mondhatok semmit, ugye, mert reklámnak számít. Címes. Csak céloztam dolgokra. Na. Igen. Én 50 éves koromban, annak idején, körülbelül 50-45 éves koromban, elmentem a Józsi gyógycsakhoz. Na most az másképp nem dolgozott, csak úgy, hogy mellette ült az ember egy belgyógyász. És kérdeztem tőle, hogy azt mondja, ne toljál be, nem lesz semmi baj, nem olyan borzasztó dolog ez, de figyelj oda az étkezésre, figyelj arra, hogyha megeszel egy szárpetrezselyet, többet ér, mint ha egy citromot ennél meg, figyelj oda a pokhagymára, és hála Istennek semmi, mostanáig semmi gondom nem volt.
és most kezd egy kicsit előre. Jó, csak nem praktizál már, ha Józsi nem. Már nem csinálja már. Nem. Pedig nem öreg ám az, nálam egy éve idősebb. Csinálta ott egy butaságot, majd ha négy szem közt veszünk, akkor én, mint kereskedelmi ember, elmesélem ennek. Egy elég nagy butaságot csinált, pedig nem kellett volna, nem volt rászorulva. Nem tudom. Jó ember volt különben. Persze, senki sem mondta, hogy rossz, hát. Igen. Volt időm, amikor jobban voltunk, de most utóbbi időben nagyon elzárkózik, igen. Igen. Először a Bajzában volt, aztán a Visegrádiban volt, arról hallottam, aztán utána eltűnt, nem hallottam, hogy... A legutoljára a Visegrádiban volt, és utána abba hagyta. Igen. Abba hagyta. Na le kell rakjuk, mert remélem, hogy más hívó is van. Egyetlenség szívesen nekem mondani, hogy ezzel a szellem dologgal tetszik tudni valamit csinálni, hogy itt a házon belül ne legyen? Abba, ne viccelj, de természetes dolgok ezek. És helyileg én voltam nála ment. Kicsit nézze tovább a műsort, jó? Nézem a műsort, és akkor... Kicsit tovább nézi majd a műsort, jó? Rájövök, hogy hova kell mennem. Nem mondhatok semmit, tudja. Nagyon szépen köszönöm, minden és jót, minden jót kívánok, minden jót. Ugye azért raktuk le, mert tudtunk volna beszélni, remélem, hogy vannak más hívók is, akik jönni akarnak, mert nem akartam, hogy egész este az úrral beszéljek, nagyon szimpatikus az úr, hogy másnak is legyen lehetősége telefonálni. Ugye mondtam, nem emel díjas telefon. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Kívánok, jó estét, Vészkeleti József vagyok, Tihanyihoz. Nem mondja. Hát... Már régi hallottam magáról már. Hát igen. Vize van? Sajnos. Vízkeletű. Sajnos rosszabbul lett a dolgok, mint ahogy vártam. Igen? A tüdejébe vagy? Mindenütt. Meg a májában is volt, hogy tudom. Igen, volt a májon, és az rú eltűnt, és most újból visszajött mind a két lebenyére. Jaj, nem irigylem magát. Nem tudom, hogy... És mit mondtak az orvosok? Mi okozta ezt a változást végre? Hát ezt nem tudom én sem megmondani. Nem, de a lényeg az, hogy abba hagyták közben a kezelést, vagy... Ez nem, most újból kezdtük. Újból? Újból kezdtük a kezelést, most egy másikkal kezdtük, nem tudom, hogy... Most... Hát bízom magába, menni fog, eddig ment, akkor most is menni fog, ne adj ezt. Muszáj lenne menni neki, mert végeredményben még nem szeretnék jelentkezni fönt, mert... Ne is. Még van dolgom. Hát van bőven. De nem lesz semmi baj, meglátja. Minden rendben lesz. Hogy állok amúgy? Hát nem tudom, hogy áll, vagy ül, vagy áll. Hát állok, mivel... Olyan telefonnal vagyok, ami... Világos, jó. Központ idegrendszere. Nem érzem jónak magát most. 10-20, pedig túlműködött, de most nem úgy lesz. Központ idegrendszer, 10-20. Nagyon lent van most. Nagyon. Ezt mindene. Ezt éreztem én. Verset 10-20. A hangján is éreztem. Az a baj, hogy a vesémmel is gond lett. Melyikkel? Mind a kettővel. Arra is ráment? Nem tudják meg kimutatni 100%-osan, de valamit látnak, valami holtot látnak. A gyomor görbébe is valamit látnak. Jaj, most hirtelen nagyon leromlott a helyzet. Ja. Hát igen. Csak amúgy végeredményben hát nem jó érzem magam sokszor, de hát... Hát én is nagyon régen láttam magát, hány hónapja már? Hát augusztusban voltam ott. Augusztusban voltam. Úgyhogy nem tudom, hogy most miért. Hát ne adja föl, ne. Mi okozta ezt, hogy... Nem tudom én se, de ne adja föl, tessék teljes lendülettel, ne kell menni a dolognak, hogy jár a kezelésekre szépen, és csinálják, ne legyen ilyen, már, hogy elszontyolodik. Tessék kicsit, dobja fel magát már az Isten fáját. Nem szontyolodtam el, mert... Mondja magában milliószor azt, hogy napról napra egészségesebb vagyok. Tessék ezt mondani, napi több ezerszer magába,
Nem viccelek, ezt, segít. Ezt hajtogatom én is. De így kell mondani, pont így. Nekem még van munkám. Nem azt kell mondani, azt kell mondani magába, ahhoz, hogy csak képes, hogy napról napra egészségesebb vagyok. Nem mást, pontosan ezeket a szavakat. Hogy napról napra egészségesebb vagyok. Semmi más. Minden szónak jelentősége van. Picit nagyon, hát mert előtte való CT-m az nagyon jó volt. Jó volt a béltükrözés, és első osztály jó volt minden. És most a utolsónál, mikor megkaptam a 36. kemót, utána elküldtek végeredményben, hogy nyert CT-re, és a CT-nek teljesen más mutatott, mint előtte, egy 4 hónappal. Tehát ezt nem értem. Egyszerűen. Én se akartam elhinni, mikor a kezembe kaptam a eredményt. Ezt nem értem. Mert a kettőt összehasonlítottam, hát arról volt szó, hogy hát a tüdőn van egy olyan 15 mm az egyiken, a másikon meg 8 mm-es volt. Most az egyiken van 6, van 5 mm, meg 42, a májon meg van 38, meg 40. Hát ez komoly. Ez a 35 mm, ez 3 centi. Így van, hát persze, tudom. Ez nagyon komoly, az... És a vesébe is, vesénél is jelentkezett mind a kettőnél, hogy hát nem bírják meghatározni a dolgot végeredményben. Annyi, hogy hagyják valamit látnak, de még nem bírják hát regisztrálni, hogy most mi az. És mind a kettőben. Hát fel a feje, legyen erős nagyon, ne hagyja magát. Megpróbálok. Nagyon erős legyen. De... Magán is múlik, hogy mennyire van lelki ereje, tudja? Mennyire tud erős lenni? Hát a lelki erő az nálam mindig adott volt, úgyhogy nem szoktam lezuhanni, de... Most se legyen kicsit az. Idegesít ez a dolog, hogy hát miért történt ez. Hát nem tudja senki szerintem ezt, hogy miért. Mennyi átok van rajtam? Mert biztosan, hogy kettő van. Kettő átok van. Gondoltam. Nem tudom. Hát nem tesz jót az átok, de azért nem az a fő oka. Hát van a másodiknak biztosan annak ki nem szereti van. Magát? Ki nem szereti? No, jó, erről nem beszélünk. Jó. Anyósa van? Nem tud soha anyósom. Már nem él szegény. Nem tud soha. Hát viccből mondtam csak. Tudom. Tudja, az anyós szokták mondani. Én nagyon jobban vagyok az anyósommal, a Gizikével. Én is jobban voltam. Maglódon lakom, azt tudja, hát ismerjük egymást. Hát persze. És ott van a Rimócinél Gizike Maglódon. Igen. Én sokan is ismerik a Gizikét. Ez reggel 8-kor már postán van, mindig mondja nekem, hogy 5-kor kelek, de 8-kor emel telefonálni neki. Azt mondja, hogy úgy mondja, hogy milyen marha nagy tett, hogy 5-kor föl kell. Hát sem nagy tett, mert este 8-kor alszik, értem, mit mondok. Én éjfél előtt nem szoktam aludni, de akkor is kelek 6-kor. Ez rossz. Én meg, hogyha 10 órakor lefekszek, hogy 11 órakor már fölkül kell, nem? 11 óra után kigyövök, akkor 1 órakor újra ki kell jönnöm. Most tényleg a vesém, én szerintem a vesével valami gond lett. Mert hát van, mikor óránként kell kijönni éjszaka. 10%-os a veszély. Nem tudok rendesen, nem bírom kipihenni magamat. Hát emiatt nem, persze. Most rendeltem ezt a kapszulát, nem tudom, mára kellett volna meghozni, ez is fölidegesített, hogy hát mondták, hogy hétfő hozzák ezt a 24-es kapszulát,
hogy reggel kell egyet bevenni, meg este kell egyet bevenni, hát a vizeletre, már prostatára. Aztán, de hát nem hozták. Fölhívtam, hát majd holnap hozzák. Holnap megmondtam nekik, hogy holnap megyek a kórházba. Hát, mert holnap megyek kórházba. Értem. Mert kapom a anyagot, és akkor hát majd délután nem tudom, mikor jövök. Na, ma éjszakától már csak fel annyit fog menni pisülni, meglátja. Hát nem tudom, én biztos, de remélem. Én biztos vagyok benne, hogy csináltam valamit magamban. Hát előre is fel annyit fogni. Vagy még annyit sem. Ma éjszakától. Csak ezért hívtam föl különben, hogy mondom, hát örülök, egyszerűen nem tudtam, hogy mi az, ami okozhatta ezt. Nem tudja senki szerintem, ne is idegesítse magát rajta, gyűjtsön erőt, és mondja magába, ahányszor képest napról napra egészségesebb vagyok. És egyre kevesebb rákos sejt van a testemben, ezt is mondja hozzá. Nem az, hogy nincs rákos sejt, ezt nem mondhatja. Nem. Mindig azt mondom, hogy én egészséges vagyok. Jó, de ezt is mondja hozzá, hogy egyre kevesebb rákos sejt van a testébe. Ezt is mondja hozzá, állandóan mondani kell, hogy az agya a tudatalattia ezt el kell, hogy fogadja, és ha elfogadja a tudatalattia, akkor végrehajt egy gyógyítási folyamatot magába. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit, vigyázzon magára. Minden jót. Visszhallásra. Minden jót kívánok, minden jót. Ugye nagyon fontos ez, amit mondtam egyébként, mert kétféle agyműködésünk van, a tudatos és a tudat alatti. A tudatos az, amikor most én beszélek önökkel, használom az agyamat, gondolkozom. A tudat alatti, ami az, amikor meg az életünk folyamán történt velünk dolog, azt elraktározza. És a tudat alatti, ha beindul, bekapcsolódik, akkor segíthet a gyógyulásban minket. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok, Dihanyi úr. Erzsébet vagyok Szoboszlóról. Egy állapotfelmérést szeretnék én kérni. Melyik Szoboszlóról? Hajdúszoboszlóról? Hajdúszoboszlóról. Na, ott egyszer elmentem a párommal Hajdúszoboszlóra, hogy milyen marha jó lesz nekünk a meleg vízbe. Ez egy 5-6 éve volt talán. És tudom jól, hogy a meleg víz, ugye a gyulladás van az ember testébe, az ártalmas. Igen. És én bolond, hagytam magamat, tudtam, hogy nem jó, bementem a meleg vízbe. Úgy jöttem haza, hogy a veséim, a derekam meg a prostatám be volt gyulladva, képzelj el. Azóta a meleg vízes hely van, a leglangyosabban megyek, és csak 15 percre. Na, megnézem magácskát, jó? Nagyon köszönöm. Megnézem, szépen. Hogy szellemes tetszik el lenni. Hány szelleme van? Egy. Átok is van egy. Gondoljon a lakásra, megnézem ott is. Ott is vannak lakók. Na, központ idegrendszere. Ti szokott fáradt lenni, kedves? Igen. Erzsike. Önnek a állapota, ma már beszéltem a bizonyos BK-ról, és annak a rottyantója, az alatt tetszik lenni, mert 10%-os sem működik a központ idegrendszere. Megnézem, hogy hány százalékos sem, mert 10-nél már elmozdult. 1, 2, 3, 4, 5, 6 százalékosan, annak az arányában működik a test, ez állna fáradtsággal jár, és nem tudja magát kipihenni. Így van, ahogy mondom? Így igaz, igen. Így igaz. Erről már beszéltem, hogy ezeken a dolgokon lehet változtatni. Többet nem mondok, mert nem mondhatok. Igen. Ezt is általánosságban mondtam. Na nézem a szíve. 10-20... Hát nagyon béka rottyantó alatt, kedves. Nem is tudom, hogy tartós tejet vehetem még. Viccelek, nagyon komolyan van megyek. Van itthon. Van? Akkor ne vegyem vastag könyvet. Na nézem tovább akkor. Gyomra. 10-20. Mája. 10. Felfolyódik? Igen, puffadok. És semmi nem használ. EP-je van? Van. Igen? Azt kell csinálni, amikor puffad, jobb oldalt a borda alatt van az epe. Igen. Azt mondja magába, itt van az én kezembe, testem elé teszi a kezét,
így a borda környékére, az alsó részét, azt mondja magában, a kezemben van az epém, mondjuk egy pimpolada nagyságú valamit képzeljen el, és elkezdi nyomni a teste mellett, vagy 100-szor. És utána eltelik 5 perc, vagy 10, és utána könnyebb lesz. Nem viccelek? Megpróbálom. Próbálj, én is szoktam csinálni. Na, akkor nézem, mert 10%-os az epéje. Vékonybél 10-20, vastag 10-20, prostata most nincsen, hólyag 10, vese 10. Nagyon-nagyon lent tetszik lenni, kedves hölgyem, nagyon-nagyon. Igen, érzem, sajnos. Hát fel a fejjel, tudja. Ezen változtatni kell magának. Ugye van egy mondás, segíts magadon, Isten hát is Isten megsegít. Ilyen jól is megsegít. De van egy másik mondás, az durva. Nem magának szól, amit mondok, hogy aki hülye, az halljon meg. De igen. Vannak emberek, akik nem törődnek magukkal, nem tesznek magukért, semmit sem. Például sokszor a legsúlyosabb betegsége rendelkeznek emberek, és nem mennek el a megfelelő helyre, nem csinálnak meg mindent azért, hogy javuljon az állapota. Rengeteg ilyennel találkozom, és akkor szoktak például hozzám is bejönni a rákos betegek, amikor már mindenhol voltak. Igen. És senki nem tud segíteni. Akkor már jó vagyok, ugye nincsen jó a szamár is alapon, de általában az már késő. Általában késő. Igen. És ez a baj, hogy azért, mert ő azt mondja magába, én akkor sem hiszek az ezotériába. Igen. De azt elfelejti, hogy 1500-2000 év ezelőtt nem volt más, csak ezoterikus kezelés. És azok tudtak segíteni az embereken. Ha nem tudtak volna, mi se élnénk. Maga se, igen. Én se, Pista igen. Se, Lajos se. Igen. És ezt miért? Olyan, mint a saját... Nem is értem, amikor van az ember, az a Vágó István például, aki nekem mindig keresztbe tesz mindenhol. És nem másnak is, de nekem különösképpen, aki ez a terjel foglalkozik. És ugye arról beszélünk, hogy intelligencia. Hát én azt mondom önnek, nem az az intelligens ember, aki 3 nyelven beszél, vagy 8. Így van. Aki úgy viselkedik. És ő úgy viselkedik? Igen, hát ő kérkedik a nagy tudásával. De intelligens ember, aki más embereket bánt? Hát egyáltalán szerint? Nem. Mert erről akartam beszélni, mert ő büszke arra, hogy az ezoterikus embereket bántja. De miért felejti el az őseit, könyörgöm? El kell felejteni, nem csak az őseit. Az őseink segítettek rajtunk, ezért mi élünk. Akkor az emberek sokkal rosszabb körülmények között éltek, mint most. A lakásban nem volt központi fűtés, lóháton meg gyalog mentek, az utcán emberi ürülék volt, tudja, fertőzési lehetőségek, meg sorolhatnám. Nos, ez nem csak Magyarországra van ez, nem csak Magyarországon voltak ezoterikus emberek, az legyen némettől kezdve, olasz, bárki, minden népnek megvoltak a saját ilyen emberei annak idején, akik az embereken segítettek. És akkor nem azt se tudták, hogy Kína meg India létezik, most mindig azzal jönnek, hogy ami a kínai meg az indiai, nem azt kell, ami mi magyaroknak, ami kell csinálni, és amit mi kitalálunk, azt kell a magyar embernek, nem a másé. Ráadásul nem is jó, mert a akupunktúra meg ilyesmi, a okot a testben nem szünteti meg, az idegrendszer ugyanolyan rossz marad, meg hát a csakra. Sajnos nem, mert most én próbáltam, és abba hagytam, mert abszolút semmit nem ért. Hát nem, hát mondom. Az okot nem szünteti meg, tudja? Annyi talán, igen. Hogy a meridiánokat felszabadítja, de ok megszüntetést higgy el, amit én képviselek, és amit én csinálok, és én találtam fel. Mindegy, nem szerénynek tűnik, amit mondtam, de attól még így van. Az a lényeg az egész dolognak, hogy ok megszüntetés legyen. Addig adtunk annak a bizonyosnak egy pofont, ha azt nem oldottuk meg. Így igaz. És nem lehet megoldani, semmilyen ilyen kínai, meg indiai módszerekkel, egyik sem oldja ezt meg. Akkor maga saját magán tapasztalja, tudja akkor, hogy ezek a dolgok nem oldják meg ezt a problémát. Sajnos nem. Hát nem, és persze az van, hogy mindig igyekszünk másnak a izéjét nyalni, mert az onnan jött meg, mit tudom én, tudja, akkor igen, az biztos, hogy igen. Jó.
Azért, mert onnan jött, akkor biztos, hogy jó. Hát én egyszer láttam egy olyan szituációt, gyorsan elmondom, egy egyéb tanfolyamon voltam, én tudtam, hogy ezek a hangtálak okoznak problémát, akinek túlműködik az idegrendszer annak az embernek, mert egyszer vettem egy CD-t, ilyen hangtálak, olyan CD-t, hogy gondoltam, berakom a rendelőbe, szól, és akkor gyógyítja az illetőt a hang is, a zene, tudja, meg gyógyítom én is a saját módszereimmel. Igen. És képzeljen, a második, mit tudom én, betegnél már rosszul lettem tőle. Attól, mert úgy fölvitte a idegrendszeremnek a működését. És voltam egy ilyen helyen, ott feküdt az illető, egy nagyon ismert természetgyógyász volt, barátom és rendes ember, és ott a hangtálak, hogy ment körülötte körbe, csütögette. Tudja, különböző ment. És mi történt? Én néztem előtte a szenzebbél, láttam, hogy a hölgynek a központi idegrendszere 250%-os alappal működik. Mondom, itt nagyon nagy baj lesz. Olyan rosszul volt a hölgy. Ott a WC-ben, a WC fölött volt, nem mondom meg, mit csinált. És akkor végig oda mentem én segíteni, mert nem nekem kellett volna, de oda mentem segíteni, mert azt elfogadjuk, ami onnan jön, az biztos jó. Nem így van. Itt a példa, amit mondtam most. Igen, igen. Ez egy tibeti hangtál, tudja, biztos hallott róla. Igen. Nem ágytál, hanem hangtál. Le kell rakjam, kedves hölgyem, mert nagyon köszönöm, energiát akarok szépen adni. Millió puszi magának, vigyázzon magára. Minden jót kívánok. Most már úgy innen nem mennek el, hogy energiát nem adok. Mindjárt elkezdem adni, és amikor vége a műsornak, még utána is legalább 5 percig. Tudom, nem mindenki hisz benne. Ugye nem látjuk az energiát. Az energia nem a tévén keresztül fog menni, hanem mindenen keresztül, mint a rádiótelefon. A rádiótelefont látják? Nem látják. A kutya, amikor szagol valamit, látjuk? Nem látjuk. De attól még van, azt tudjuk. Most is fogadják el bátran, nyugodtan, amit én küldök. A bal kezüket felemelik, és elképzelik, hogy a szájuk, amit elképzelünk, a gondolatunkkal azt meg is tudjuk valósítani. Elképzelik, hogy a szájuk, és végigjátsszák azt, mint a szájuk volna, beszippantják, átvezetik a testükön, mint egy cső lenne, és a jobb kezükkel oda teszik a kezüket, ahol baj van. Nagyon sok ember, komolyan mondom, hogy érzi, akad, aki nem. Csinálják meg, majd meglátják. Jó? Indul a limbo intro. Hát megtörtént, tovább, még 5 percig továbbra is kapják az energiát. Nagyon-nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Sokan hívtak telefonon, nem minden telefon volt jó hírrel, de azért mindenből tanulunk, figyeljék a műsort. Jövő héten hétfőn megint itt leszek élőadásba. Mindenkinek nyugodalmas jó szakát kívánok, és jövő hétfőn megint találkozunk.